Kedvet kívánok mindenkinek, hello, szia, pisztácia, sziasztok srácok, mi a helyzet, remélem mindenki jól van. Következő van, nyomjuk tovább a Thronebreaker-t. A Thronebreaker-t én szeretném bemutatni, de nekem még látnom kéne egy kis kevés játékmenetet ahhoz, hogy jó véleményt tudjak róla mondani, legalábbis hogy el tudjam mondani róla a véleményem. Mármint abból a szempontból, hogy úgy tudjak róla beszélni, hogy annak legyen bármilyen relevanciája is, szóval nekem most még kéne haladni egy kicsit legalább a játék feléig, de inkább a háromnegyedéig el akarnék jutni, szóval most majd megpróbálok pörögni. De mindig ezt ígérem, aztán sosem ez van. Szóval minden esetre próbálkozok. Jumlini, Naskandi, Kazakdú, sziasztok! Saroner, Provaxi, Iliani, Exlamplus, azt mondja, hogy Pistivekbi, és Ebalvri, sziasztok srácok, köszönöm szépen nektek a követést, Konetti, neked is, Backcast, neked is, Likerszó, hello, és mi a helyzet srácok, Dicklicking, neked is köszönöm szépen a követést, Isten császár ez a név, remélem tudod is mit jelent. Attól függetlenül egyébként srácok, mindenkinek köszönöm a követéseket, örülök neki, hogy ennyien ide találtok a YouTube csatornáról, tök király, ezt tegnap meg is beszéltük veletek, hogy a legtöbben egyébként a YouTube-ról találtok ide, nem a Twitch-en találtok meg, hanem a YouTube-on, ez tök érdekes, de amúgy egyébként én ezt valahol gondoltam is, azért is kezdtem el ezt az egészet, mondjuk nem azért kezdtem el párhuzamosan, hanem azért, mert hogy itt tök jól tudok kreatív, na mindegy, a lényeg, hogy itt tudok kreatívkodni a YouTube-on, itt meg akkor játszogatni. Volt kérdés egyébként a múltkor, hogy nem unom-e a streamelést, vagy nem érzem a munkának, egyelőre még nem. Azért is válaszolok most, mert a stream végén tettétek föl, és amikor bezártam a streamet, akkor láttam, hogy ezt azon a kérdésen teljesen átugrottam, pedig egy tök valid kérdés volt. Egyelőre nem érzem munkának a streamelést, ha annak érzem, akkor vissza fogok belőle venni. Nem azt mondom, hogy abba hagyom, de vissza veszek belőle mindenképpen. Jani, hello, bello. Tehát amint ez már nem hobbi lesz. De egyelőre ez nekem még egy nagyon jó hobbi, és nagyon szívesen csinálom. Szia Jézuska! Hello, bello. Úgyhogy amíg ilyen szépen és úgymond hobbiból tudom csinálni, addig én ezt nagyon szívesen csinálom, srácok, de rögtön szólni fogok, hogy úgy srácok, figyeljetek, fáradt vagyok, nem érzem jól magam, most nem streamelek, vagy kihagyok egy hetet, vagy bármi, de ilyen nem hiszem, hogy lesz. De ha lesz, akkor rögtön nektek szólok, jelen pillanatban abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy nem tartozom senkinek semmilyen felelősséggel, nincs rajtam kötelezettség, tehát nem kötelező játszanom semmivel, nem köt szerződés, nem köt ígéret senkihez, olyan játékokkal játszok, ami nekem tetszik, és én örülök neki, hogy egyébként erre kíváncsiak is vagytok, és hogy ezt ti megnézitek, de alapjáraton látjátok, olyan játékokkal játszok, amire akár a legtöbb ember azt mondaná, hogy na ezt viszont kár streamelni, mert ez már nem vonz be olyan nagy közönséget, tehát például a Kotor, a Thronebreaker, de a Pokémon se vonz egyébként sokkal nagyobb közönséget, mint azt ti hinnétek. Tehát, de ennek én örülök. Olyan játékokkal játszhatok, amit szeretek. És ez tök király. Oké, srácok, ha nincs egyéb óhaj-sóhaj mondani való, akkor én szerintem rámennék. Mész moziba valamikor? Valami jó film lesz mostanában? Én most nem megyek moziba. Nem. A Dűne volt az utolsó, szerintem az évben nem is megyek többször. Maszkot kell viselni, leszámít, ha veszel popcornt, akkor nem kell. Nem, ez nem. Nem köszöntem, ezt így nem kérem. Azt mondja, hogy az Arkane nézi valaki? Én nem néztem az Arkane, de nagyon sokan dicsérték. Állítólag iszonyatosan jó az Arkane. Majd lehet, hogy meg fogom nézni, de csak karácsonyi szünetben most nem lesz rá idő. Azt mondja, hogy nem kell ismerni hozzá, sólyomszemet sem nézem, srácok, arra sincsen idő, a legkövetkező sorozat, amit nézni fogok, az a Witcher lesz, remélem, hogy az nagyon jó lesz, aztán majd meglátjuk, bízom benne, hogy nagyon jó lesz a Witcher. Srácok, ha nincs más kérdés, akkor megfejelem itt a play gombot, mint az állat. És akkor menjünk rá a Thronebreaker-re, és lássuk, hogy halad a Mahakami csúcsok felé vezető utunk. Már is. Mindent itt elintérek. Szóval, a hang az annyi van, amennyi nem szégyen. Legalább ennyit rá kell adni. Így. És akkor nézzük tovább, errefelé jöttünk a múltkor, és itt nem tudtam, hogy mi a stájsz legyen. The Lyrians rode a narrow, winding path along the rocky ridge. To one side were ice-covered boulders, to the other, a chasm hundreds of feet deep. They could have at least erected some barriers, complained Gascon, knocking snow from his cap. Got plans for that, Gabor said. Just need to decide how high to make them. What? Think,
Should they be the height of your average dwarf or a human? The debate's gone on for 20 years. On the one hand, you've got... Gabor did not finish his discussion. He was interrupted by the Baba Ghazi. Mintha ezt a legutóbb már láttuk volna. Megint nem volt mentés. Meave soldiers made quick work of the lone monster. But the sound of battle spooked the horses harnessed to one of her wagons. Whoa there! Whoa! Damn it! The driver tried to rein in the animals, but could not. They dragged him into the chasm along with his cart and the soldiers riding him. They landed a few dozen feet below on a rocky outcropping. A moment later, Barb Ghazis swarmed everywhere. Barb Ghazis. Did you see how they fared? Anyone left alive? Asked Meave, leaning over the cliff edge. Worry more about their cargo. Gascon replied. They were also carrying chests of gold. Blast. We can't get down there. Too steep and the snow keeps falling. Aha. We can lower ourselves down a line. But without armor, shields, or heavy weapons, otherwise it will snap. And the Baba Ghazis? The queen said, brow raised. We shan't kill them with daggers. They're too thick of armor. We'll have to try. Or continue on our way. Jó, próbáljuk meg. Megtámadjuk a Baba Ghazist. Gascon, round up some volunteers and let us move out. Moments later, the queen was lowering herself down a line straight towards the gaping maw of a Baba Ghazi. Her only armor, a woolen shirt. A diétámmal egészen jól haladok, srácok. Nagyon-nagyon jól tartom magam. Tisztességes reggeli, bőséges ebéd és pokoli szegényes vacsora. Az nagyon nehéz kibírom, pedig én nagyon szerettem mindig is vacsorázni, mindig megadtam nagyon a módját a vacsorázásnak, és az egyik kedvenc dolgom volt a nap végén egy jó nagy adag vacsizás. Mi most nincs. Nehéz. Nehéz. Mi a küldetés? Eliminate the Baba Ghazi. Alright. Lejött a kutyó. Üssed meg. Good. Passzolt. Nem csak egy roundos az egész. Most én valamit benéztem. Ez nem csak egy round. Ez több round. Most mivel sebezzem meg a jó élet? Jó, nem tudok mit csinálni. Meave army was overpowered, forced retreat to safer ground from there. Egyébként a vacsorákra ilyen salátákat szoktam enni. Jelen pillanatban ott tartok a vacsizással, hogy a Lidl-ben vettem ilyen olyan kajákat, ami ilyen kis salátás, ilyen kis dobozos saláták. Úgyis mindegy. No one try to be a hero. Jó, akkor légy szíves, üssetek bele egyet. Ez mi? Every turn on start, if there is a unit on the right, one charge. Otherwise, remove one charge. If this unit charge can... Meave wins the battle. If it reads zero, Meave loses the battle. There is a unit. Ja, unitnak kell mellette lennie. Oh shit. Unitnak kell mellette lennie. Ezt nem ártott volna az előbb elolvasni, ugye? Semmi baj? Left, right, left, right.
again and again and again. Egynek annyi. Jó, hogy ez ennyi volt. Ja, bocsánat, én ezt sokkal bonyolultabb. Hogy az a jó nyuszi bolyhos És most 10 perc gameplay lement a lefolyón. És emiatt egyébként minden egyes szidalmat megérdemel a CD Projekt Red, még azt is, amit a Witcher 3-mal csináltak. Mert amikor a Witcher 3 megjelent, akkor olyan pocsék játék volt, mint most a Cyberpunk. Még talán rosszabb. Csak akkor még egyben volt egy hatalmas nagy csapat, ami azóta már agyonig szétszélett. És legalább azt rendbe tették. Mondjuk a Cyberpunkot is rendbe tették, állítólag, hogyha van egy GTX 380-ad otthon elfekvőben, akkor tudsz játszani 60 FPS-sel vele PC-n. Istenem. Ekkora ökörséget, és nem is értem egyébként, 18-ban jelent meg a játék, ezt hogy nem lehetett ezt megcsinálni? Vagy akkor ne adjátok ki konzolra, ha nem tudjátok megcsinálni rám, minek? Hova lett a 3D Pulse? Vissza kellett küldenem, mert lemászott róla a szivacs. Itt ez a szivacs elkezdett lejönni, garanciában van éppen. Pihen garanciálisan, várom, hogy majd küldjenek egyet a helyére. Sajnos vissza kellett küldenem. Úgyhogy az most a... Éppen garancia. Azt hittem, hogy kijavítják, de azt mondták, hogy nem javítják a PlayStation-nek a ilyen alapelve. Hogy minél előbb cserélik. Tehát nem javítják ki, hanem a lehető leggyorsabban kicserélik. Úgyhogy minden cuccot visszapakoltam a dobozba. Minden egyes... hozzávalóját és apróbb kis alkatrészét és perifériás alkatrészét, és akkor szépen visszaküldtem. Elkezdett volna lejönni a szivacsnak a borítása, amitől a füles egyébként simán használható. Simán használható. Nekem az volt a bajom, hogyha most, mit tudom én, eltelik 3 hónap, akkor levőn róla teljesen ez a borítás, ez is akkor kilátszik a szivacs, ami undorító. Tényleg a sok ember, aki a videód alapján vett olyan fülest, ők most mit szólhatnak? A minőségével nincs probléma, tehát a hangzással nincs gond, amit elmondtam, az teljesen reális, és képzeljétek, hogy pont az ment tönkre, amiről beszéltem is. Ugye mondtam a videóban, hogy a füles körül lévő ilyen cucc, az annak a minősége, az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon alacsony minőségű műanyag, és pontosan ott engedte el a szivacsot. A minősége jó, csak az nem, ami ott fogja, és pontosan az engedte el, ahogy mondtam is a videóban egyébként. De aki emiatt vett fülest, az, ha ugyanez van, akkor küldjétek vissza. De amúgy egyébként nekem is csalódás volt, tehát valahol én is egy kicsit úgy olyan csalatkozva érzem magam. Viszont 40 ezer forintért kapsz egy olyan 3D-s hangzást, amit ennyi pénzért nem kapsz meg sehol. És arra volt szó eddig sem, hogy azzal lett volna baj. Azzal volt a baj, Irvi, tehát pontosan ezt mondtam el a videóban is, hogy az a műanyag, ami tartja a fülesnek ezt a műbőr részét, tehát az a műanyag bilincs, az borzasztóan ilyen csörgős, zörgős, olcsó műanyag. És ott is kezdett el leválni ez a borítás. Ettől függetlenül én kértem egyébként, hogy már csak környezetkímélés szempontjában is, hogy esetleg meg lehetne kérni valakit, hogy ne gyártsanak le újat, hanem csak javítsák ki, és hogy mit szólnának hozzá, csak kijavítanák, mert én nem kérem a cserét, de azt mondták, hogy a Sony-nak üzletpolitikája, hogy nem javítják, azonnal cserélik, hogy a user minél előbb megkapja a megfelelő terméket, és majd azt ők előbb-utóbb valamikor valahol kijavítják. De a userhez minél gyorsabban el kell jutnia.
el kell jutni a jó terméknek. Jó terméknek. Destroy the Stoneheart's resident hero. Hát, ezt sem merném kijelenteni, nem törvényszerű, mert lehet, ki tudja. Nem tudom, hogy ez a hiba egyébként milyen esélye jön elő. De jó, ha tudjátok, hogy nálam előjött. Úgyhogy sajnos ilyen van. De persze nem, hát ez egy garanciális hiba. Javítható lenne, de nem javítják, hanem cserélik sajnos. Jézuska? Itt vagy valahol? Semmi bajod vele. Nem is kell kötelezően egyébként, hogy legyen vele baj. Ez a csata hol volt? Ott fent? Az egyik törpénél. Várjál, megmutatom. Tehát... Várjátok, mindjárt megmutatom, hogy hol van. Tehát itt. Itt fent. Itt áll fönt, ez a törpi-törpi. Stoneheart. De egyébként, őszinte leszek veletek, srácok, hogy nekem ez nem sokkal többet mond el, mint amit itt egyébként lehet látni. Tehát, hogy ha most megnézitek, akkor ezek a cuccok... Tehát ezek a kártyalapok... Mert ugye Stoneheart, gondolom a Hearthstone lenne itt a vitatott ügyünk egyébként. Ez úgy működik, mint a Hearthstone manád van. Parrot Field Marshal. Itt a damage. Ez a könyvben benne van ez a papagáj, ez a Field Marshal, és neki az egyik törp egyetlen egy szót tanított meg, és az, hogy kurva anyád. És ő csak kurva anyázni tud. Úgyhogy ő mindig azt mondja, hogy rrrr anyád. 1, 2, 3, 4, 5, stb. Én mindig a max mana kihasználásra törekedtem. Jó, tegyük le. Úristen. És, csak ezt tudnom kéne Hearthstone-ozni, nem? Támadjam a törpet, azt mondod? Jó. Szerintetek ez de az a durva, hogy ilyen még nem is volt eddig. Frozen Giant. Damage to take and the hero on the side.
És akkor azt mondod Jézuska, hogy minden alkalommal próbáljak meg beleütni a baz akármibe? Így. Zök így. Kéne szedni. Valahol igazad, hogy le kéne szedni egyébként. De hogy? Meg 14 HP-je van összesen. Jézus Mária! Ez amúgy nem rossz, ez a professzor. Mindennel beleütünk. Your wish, my duty. Lehet, hogy ezt majd nagyon megbánom mindjárt. Egy, kettő, három, négy. Jó, kész. A tehén egyre csökkenti a páncélt, kövi körbe együttés. Jó, megvolt így is. Hú, köszi szépen, srácok, a segítséget. És kapsz érte egy Blizzard Potion-t. Azért a CD Projekt-es srácoknak van humorérzéke. Kapsz érte egy Blizzard Potion-t, ez mekkora? Welcome to me, Ann. If many folk did it, good to see you again. És adott egy Blizzard Potion-t, azért csak megnézem, mit tud a Blizzard Potion. Humor érzékük vagy, de játékot fejleszteni a Witcher 3 óta nem tudnak, az biztos. Már csak tudnám, hogy mi okozza egyébként. Tehát mi lehet a gond? Egyébként ezeket a random crash-eket PC-n is csinálja. Azt hittem én is egyébként utána néztem, hogy ez csak konzolon van, de nem. Ez PC-n is csinálja, és senki nem tudja, hogy miért. Csak úgy csinálja. És most megint kirkesselt. Pedig én csak végig akarom játszani. Semmi más, semmi nagy dolgot nem akarok. Sem multizni, sem mit tudom én. Nincs ráeresztve textúra pak. Egyszer sem... Jézuska, PC-n csináltad? Mert Redditen írták, hogy crash-el PC-n is.
PC-n azt írták, hogy azért crash-el, ha túl sok input van bevive. Tehát azt mondják, hogy ez általában úgy szokott le... Ezt nem fogom tudni már ma elindítani? Jó öreg Gog. Konkrétan nem funkcionál most a játék. Abba hagyta. Azért erőltetem, hát ha. Ha megint kikressel, akkor újraindítom a konzolt. Hát ha az a baj. A fene tudja. És ezen nem megyünk tovább. De. Tehát, hogyha lenyomsz egy billentyűt, meg az egérrel kattintasz többet, mint három, akkor általában kikressel. PC-n is. Ez bazd meg, nem hiszem el. Ezt nem hiszem el. De... De mindegy, ezt már múltkor is elmondtam, hogy legalább lenne egy mentés a harc végén, tehát legalább, de amúgy egyébként érdekes, mert láttam, hogy mentett a játék. Akkor most ezt, hogy van ez? Yes. De nézzétek meg, ott vagy saving game. Bocsánat. Tehát kiírja a játék, hogy saving game. Most is kiírta, hogy saving game. Most is. Mi lehet a baj? Azt nem tudom, hogy olyan területre írna, memória területre, ami tilt, és akkor onnantól kezdve crash-el, mert amúgy a CD Projekt Rednél ugye ez volt a probléma a Cyberpunknál is, hogy az előző generációs konzolokon állítólag olyan területre írt a játék, ami vagy nem létezik, vagy telehányta azt, amit nem kéne. Ez vagy már nem merem megnyitni a mapet, mert attól félek, hogy kikressel a játék. Rendes, ott megint kiírt, hogy saving game, ezt már csak elmentette, nem? Itt van még egy puzzle. Hello? Remnant. Hát nézzük. Micsoda? Emily, both the packets. Use leader ability. Do not let any more of your soldiers get seized. És akkor most ide pakolgatok. Most hülyeséget csináltam, ugye? Te mit csinálsz? Ez mit csinál?
Ez heal-el, nem? Ja, akkor ez az alap mave skill. Sees the lowest unit on the opposite row. Oh, hogy a jó Isten áldjon meg! És akkor most mit csinálok? Ja, és akkor így ledobta hozzám a Wagenburgot. Értitek? És most mit csináljak? Várjál, ha merén rakom, akkor lesz 4, nem? Ennyi? Köszi, megvolt. Milyen király volt már ez? Ez nagyon király volt, ez tetszett. Ez jó. Ez jó. Ott egy Wyvern. Ez most nem kell. Ez sem. Nem. Ez nagyon jó. Lássuk így. Egy körös? Nem. Ha itt megy mindjárt a szenyózás, akkor viszont tegyük. Ide. Hamnyamnyam. Mivel pedig együk meg ezt. Meg azt a, mehet a tojás. Ah, nem a tojás nyomja el. Jó, nem baj. Jó, akkor rakjunk neki tüzet. Tessék, tűz. Ha, kezd érdekes lenni. Aha. És lejött a kutyó. Elvileg az ott most meghal magától, de tudott idézni tojást. Annak annyi. Ezt még nem raknám le. De egy ilyen tüzet, igen. Aha.
Jó. ...16 HP-ja van, akkor az azt jelenti, hogy nem fog tudni... de ha passzolom, akkor meg az nem lesz jó nekem. Passzolni nem is akarnám én. Te lövöldözd már ezt. Szia, Pléri Farkas! Jó, lássunk egy villámló botot. Ezt kéne használni. Nem tudok megölni semmilyen olyat, ami kettő. De ebbe bele tudok sebezni. Ötvennéggyel vezetek. Nyomok egy hírt. Passzolt. Passzolt, én most akartam passzolni. Passzolunk mi is. Ezek jók, nem húzzuk újra, viszont most használni fogjuk azt a taktikát, amit Jézuska tanított. Nem csinálunk semmit, csak passzolunk. Nem rakott le kártyát, mert már volt lent kártyája, nem baj. De annak annyi. Most megvan 10 kártya a kezünkben. Meg neki is. Jó, ezek maradhatnak. Én szerintem Gasconnal fogok kezdeni. Lássuk Gascont. Lássuk azt ott kinyírni. Szia, Zalakaros! Hát, ezt most meg kéne gondolni egyébként. De hát bár most. Ja, gyerünk, legalább nem eszi meg. Legyen így. Kapsz egy pitfall trapet, meg le kéne rakni a sört is. Felfalta a sört a kezemből. Hihetetlen, felfalta a sört a kezemből. Szinte elképesztő. Hozd le. Dead. 2 hetesbe üss bele egyet. Gyönyörű. Te egy villámot. Dead. Megette a sört. Elképesztő. Vagy megitta. Jó, akkor rendezgessük még egy kicsit ezt a paklit itt. Te gyere le. Nagyon jó. Csak megeszi. Aha, annak annyi. Annak is. Azt mondja, hogy... Jó. Ó, és egy dead. Milyen érdekes. Ez egy, egy griff. Majestic griff. Nem tudja megölni. Akkor húzzunk fel lapot. Jézusom, mit csinálja ezt amúgy? Consume an ally. Valami felfalja a lapjaimat. The chase is on! Azt üsd, légy szíves. Te gyere le. Te adj neki 2 lap húzogatást. Nagyon jó.
Nagyon jó. Most azt felhúzunk annyi lapot, amennyit csak tudunk. Ó, de jó. Nem is tudok több lapot felhúzni, mert nincs nálam elég Blitz unit. Akkor dír. Mehetünk. Jó, lássunk egy ilyet, te pedig... Akkor abba üss bele egyet. Hát sokra nem mentem vele, az biztos. Draw two units and set their power to zero. Jó, nem baj. Nem baj, jó ez nekem így. Hílelt egyet, őrület. Azokat hozzuk csak le. És nincs több páncél for you. De pedig abba egyet így. Anyám, miket hílálsz, de mindegy, így én nyertem. Kérlek, ne fagy ki játék. Kérlek, ne fagy ki játék. Kérlek, ne. Kérlek, ne. Mintha itt lett volna egy mentés. Ott egy mentés. Végig is ment, oké. Okay. Ez meg körbe kell menni. Aha, ez pedig egy kiásható. Akármi. Meave now witnessed a sorry sight. A mass funeral for miners killed due to a tragic convergence of events. Their lead caskets lay upon the snow, wreaths of hop cones laid upon them in turn. The mourners waited for the diggers to finish. The digging was tough, for the ground was frozen. As the crunch and thud of picks and shovels continued, the dead miner's foreman scrambled onto a boulder to make a speech. Angry shouts and loud booing stopped him. Karácsonyig. Karácsonyi szünetig, a 20-ai hétig. Tehát még 3 hétig csinálom. Aztán utána erezd el a hajam. Lesz a diéta terén. Beglit reggelizek, ebédelek és vacsorázok. Onnantól kezdve, amíg el nem fogy. De most 8 rúddal tervezek sütni, úgyhogy elég sokáig ki kell tartania. Védjük meg. She spurred her mount and rode into the cemetery, pushing through the throng, then stopping before the foreman, the horse shielding him from further blows. Calm yourselves! Silence! His guilt cannot be decided here. It must! Before Meave could finish her plea, a large rock thrown from the crowd struck her bosom, nearly knocking her from her saddle. Oh! Upon seeing this, her Lyrian escort lowered spears and drew swords and rushed at the angry mourners. Sheena! Kren! Isbel cried out. Her hands began to radiate a fierce light that blinded both dwarves and Lyrians alike. Have you lost your minds, all of you together? Not had your fill of misfortune yet? Egymásnak estek. Whether the power of Isbel's magic or the force of her appeal had the greater effect is difficult to say for certain. Either way, both sides. Aha, elkezdtem diétázni a múlt hét óta. Muszáj volt. Már ahogy beültem az autóban, az ing gombjaim, azok elkezdtek így ilyen brutálisan kifeszülni, és szinte sikoltozni az elpattanásig. Már éppen azon gondolkoztam, hogy ha az egyik gomb elpattan, kiüti a szélvédőt.
de aztán így végül is nem történt meg, nem pattant el a gomb, de úgy döntöttem, hogy igen, el kéne kezdeni diétázni, mert ez így nem lesz jó. Alapvetően nagyon sok szénhidrátot ettem meg az elmúlt időszakban, túlságosan sokat egyébként. Tehát itt arra gondolok elsősorban, hogy nagyon-nagyon, tehát nagyon sokat vacsoráztam, tehát azt nem kellett volna, tehát túl sok volt, meg túl nehezek, tehát tudjátok, ez a sok sajtos meleg szendvicsek azért eléggé zsíros kaják így estére. Az egy dolog, hogy én nem szoktam már enni hat után, ettől függetlenül is fel lehet szedni. Ráadásul ülőmunkát végzek, itt is ülök, sokat ülök, az arra jobban kellett volna figyelni, meg a koronavírus óta nem tudok annyit sportolni, mint annó. Meave wiped sweat from her brow and turned to Raynard. There, by the rocks. We shall... The rest of her words were drowned out by a powerful blast. The entire mountain rumbled with a low, vibrating roar. The sound grew louder, echoing off the rocks, splitting their ears. The Lyrians looked around, disoriented. Few heard Gabor's warning. Didn't just stand there! Get behind that rock! Quick! Hurry! Meave followed the dwarf's gaze and cried out in terror. The snow stuck to the mountainside had started to slide down the slope, sending up mists of icy dust. Before she could react, the white torrent knocked her to her knees, crushing her and smothering her into the ground. All she felt after that was all-encompassing cold and fear. Rakott zöld bab. Az de jó. Ó, igen, az nagyon kaja. Azt nagyon szeretem. The dwarves who ran to the Lyrians' rescue dug her out of the snow in time. Some of her soldiers were not so lucky. Elsöpörte a seregünket egy jó nagy lavina. Next to them lay dead horses, demolished wagons. The losses were enormous. Meave wiped her cheek. Her tears burned her frozen skin. Gabor spoke a while with the leader of the Mahakam guard patrol that had come to their rescue. His face was dour. What? What have you learned? I'll tell you all in good time. First, you need a warm drink, good victuals. No, Gabor. I need to find out what in blazes happened here. Well, it was an avalanche. Of course it was an avalanche. I'm no fool. But what caused it? What was that noise? Signal horns. Ours. So you brought this snow down on us. Dwarves! Well, aye, but, unawares. Again? Explain, in brief. See, we clean our mount regularly. The way men folk shovel snow off their roofs. Otherwise, the whole shebang come tumbling down in our heads. When snow's gathered deep enough, we'd blast our horns to cause a controlled avalanche. Then we need to, but sweep up a wee bit and the road's safe. Okay. All well and good, but why did you decide to clean up right as I was passing through? Wondering that myself. Schedule says next cleaning should have been a week from now, but someone asked the route to be cleared earlier. Who? Meave, I'll tell you. But first, promise you'll... Who? Hey. Ovein Ep Clenvok, the Nilfgaardian emissary. Oh. I found out you'd be going through. The bastard. Raynard! Raynard! Wait! Wait! I understand you're a wee bit upset. You've every right. But you'll never prove Ovein meant you harm. The sly weasel will make sure he didn't dirty his own paws. I've no such scruples. I'll find him and kill him. And then? How'd you tell that tale to Bruva? Meave, you're justly taught, but for the love, just this once, let it go.
or you'll leave Mahakam with nae a scrap to show for it. Moments later, scouts reported Ovain was camped to the north of the accident site. Meave had to decide how much she was willing to risk to get her revenge on the Imperial Emissary. Oké. Okay. Most teljesen lement a morál a minimumra. Ha megnézitek. Jó, hogy hát te chipset eszel, persze. Oké, chipset eszel, rendben, de érted, volt egy időszak, amikor én sem tudtam felszedni súlyt soha semmitől. Aztán egyik pillanatról a másikra meg borzasztóan sokat. Ez ilyen, nem tudom, vannak ilyen időszakok, amikor az ember így valahogy könnyebben kapja föl a súlyt, szerintem. És ez egyébként valahogy egyben van azzal is, hogy milyen munkát végzel. Tehát én például ülő munkát végzek, majdnem egész nap ülök. Hát azért nem egész nap, de azért nagyon sokat ülök. És ebből kifőleg azért így lehet felszedni rendesen súlyt egyébként. Nem. Graphite Studio. Spawn and play two random trinkets. Add a card to the game. Blood. Jézuska, itt vagy most a chatben? Szerinted ennek van értelme? 23 és kora, míg ha megettem volna egy lovat, akkor se ízok, most meg ha nem eszek semmit, akkor is van, korra jár. Persze, igen, ebben igazad van, hogy korral is jár egyébként, és ez abszolút így is van, de én is azért már tehát volt egy időszak, amikor már nem figyeltem rá, hanem csak így elkezdtem tolni a kajákat, és úgy, hogy tényleg nem is figyeltem arra, hogy azért jobban kellene arra figyelni, hogy például vacsorára ne legyen ennyire sok. Mi volt a kérdés? A kérdésem az lett volna, Jézuska, ha már így sikerült behoznalak vissza, hogy mit gondolsz a sörről? Mármint a játékban lévő sörről. Most hova lett? Itt. Szerinted ez jobban megéri, mint a nagy hill? A zöldkő. Bocsánat, hogy így zaklottak a kérdéseimmel, de szerinted jobban megéri, mint a zöldkő? Az egészen jó egyébként. Ez boostolja őket 4-jel, tehát nem healeli, hanem boostolja. Ez nem mindegy, mert a fullon lévő karaktereket is fel tudja húzni. Mivel sok karaktert játszol így nem, mert csak egy sort boostol. Igazad van. Ebben igazad van. Jó, nem vitatkozom. Oké, köszönöm. Köszönöm. Ezt lekraftoljuk. Training grounds. Hát, nem is tudom. A heal meg feltölt alapegységre, és utána ad 2 boostot. Jó, ebben igazad van. Oké. Nekem ennyi elég. Lirian Hajduk és Lirian Hajduk plusz. Meg a Rivians, aha. Ó, és 6000 kell hozzá. Not enough resources. Ó, ezt elnéztem, ezt kellett volna. Elfelejtettem, hogy ez itt van. Ezt még nem láttam, a hentai csápos macskát, Jézuska, de köszönöm szépen, hogy betetted. Mármint a chatbe. Na jó. Reports. Azt mondja, hogy... Decide your reward shall be agreed. Oké. Ez kicsoda. Your Majesty, allow me once again to express my undying gratitude. Jó, Barnabás. Jaj, tényleg őt egy hordóból mentettük ki, még annak idején az előző streamben. Nem, most nem vagyok rá kíváncsi, mert ha jól tudom, akkor lesz... Várjatok! És ő hátul... Igen... Reginald... Reynard... Aki nem Reginald...
Jó, akkor nem, akkor ennyi. Azt hittem, hogy valamelyik ők majd a... elnézést, valamelyik ők majd ad nekem egy questet, de nem adnak questet. Na jó, ezt akkor megpróbálom még összeszedni, meg jó lenne nekünk army morált találni, mert abból nagyon kevés van. És ha jól látom, akkor itt fog véget érni ez a kör. Igen, akkor még ide be kell, hogy jöjjek. Híles néni bedühödött? Nem, még velem van. Itt van még, még nem haragudott meg teljesen. Még nem gyűlöl. The Nilfgaardians had taken shelter from the falling snow under a rocky outcropping. The smell of roasting meat wafted from their campfire, and echoes of laughter could be heard. The black-clad soldiers had reason to celebrate. They had just decimated Meave's company without even drawing their weapons. Hogy érted, hogy akkor viszont már nem hílel? Meave's gaze caught something else. A metal container into which the Nilfgaardians tossed bones once they'd been gnawed clean. It looked strangely familiar. Only after a moment did the Queen understand it was an overturned Lyrian helmet dug out of the snowy grave of one of her men. The Horsens! Meave hissed. They'll pay for this. Meave! Asking your last time to keep a cool heat, whispered Gabor. You want vengeance? I get it. But think of the cost. If so much as a hair gets plucked from Ovid's head, a dörpös csetepati után beszélgetni kell a hílelős hölgyel. Kiss any hope of aid goodbye. Silence followed. Finally to be broken by one of the scouts. Milady, what's the order? Do we attack? 23-as rangon vagy. GG. Forigo Vengeance. Lemondjunk a bosszúról, vagy sem? Nem, ez Maeve királynő bosszúja. Nem mondunk le a bosszúról. A Nilfgaardiak is úgy támadtak ránk. A saját fegyverüket fordítjuk ellenük. Moments later, a sumptuously dressed man stepped in front of the wagons. He wiped a thick sauce from his lips, then bowed with an exaggerated courtly flourish. Queen, my condolences. That avalanche. Oh, what an unfortunate turn of events. The mountains can be unpredictable, Meave said.